Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal srác, tele vágyakkal, ambícióval. De kemény és tekintélyes apja árnyékában kevés esélye volt a sikerre. Nem volt se magas, se különösebben sármos, idővel ráadásul hízásnak is indult. Eleinte sokan nevettek rajta. Veszélytelen, mondták, az övéjén kívül úgyse fognak figyelni rá. Ő azonban megállíthatatlan volt. Olyan jól ismerte a magyar nép lelkének rezdüléseit, ízlését, vágyait és félelmeit, ahogy senki. A módszerei? Hát, hogy is mondjam, unortodoxok voltak. Ha kellett, nagyot mondott. Ha úgy hozta a szükség, elvette azt, ami a másé. Akárhogy is, egy kis kelet-európai ország kedvence lett. Ugye tudod, kiről beszélek? Hm? Mondjuk ki háromra nevét. Figyelj! 1, 2, 3! Kis Grófo! Próbáljuk meg újra. 1, 2, 3! Kis Grófo! Hú, baszki, láttad ezt? Irtózom az ezotériától és az okkultizmustól. Szánakozva is elkeseredetten figyelem a kézrátételes gyógyítókat és a pacientúrájukat. Feltűnésmentesen távozom a nagyszobából, amikor a buliban valaki az előző életében elszenvedett traumáit emlegeti, és személyesen adom át a szkeptikus társaság különítményeseinek azt, aki valami pórul járt ember kapcsán karmát emleget. De a szellemvilág más. Ott se hiszek el bármit, de a doppelganger jelenség tény. Hogy mi a doppelganger? A doppelganger a középkorból ránk maradt német kifejezés, amely hasonmást jelent, és olyan kísértetre utal, ami egy élő személy pontos mása, vagyis a megkettőződése. Egy ilyen nem biológiai ikertestvér. A doppelgangerek megjelenhetnek az eredeti személy közelében, vagy éppen teljesen máshol, és ezzel a húzásukkal tökéletesen összezavarhatják és meghülyíthetik a szemtanúkat, különösen az ismerősöket. Nem érted, miről beszélek, mi? Na, nézzük a legnyilvánvalóbb eseteket. Itt van például drogfőző Walter White és drogelvonós Zaher Gábor. Vagy a 2000-es évek eleje óta hanyatló Hujber Ferenc és Robbie Williams. Vagy Zrínyi Miklós és Jar Jar Binks, az török áfium ellen való orvosság, Jar Jar Binks csinálgattam 1-2 icir-picir kicsi baleset. A hülye beszéd is összeköti őket. Mága Zoltán és Thomas a gőzmozdony, vagy Legó ember és megmondó ember. Na, létezik a doppelganger vagy nem? Nyilván létezik, kár is lenne tagadni, és nem csak én hiszek a jelenségben, hanem maga a főni is, olyannyira, hogy a napokban felköszöntötte saját doppelgengerét. Bizony, Orbán Viktor személyesen gratulált a bulibáró, a Noroxaá és a Lavkoma előadójának, Kozák Lászlónak, ismertebb nevén Kis Grófónak, mégpedig így. Különleges nap a mai, hiszen bizonyossá vált, Kis Grófo is előre megy, nem hátra. De miért? Miért pont Kis Grófónak gratulált miniszterelnök úr? A rosszindulatúak nyilván arra gondolnak, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, vagy Rogán Antal propagandaminiszter kimérte, hogy a bulizó fiatalok és a mindenféle életkorú romák megszólítása most egyetlen poszttal letudható, de ez hülyeség, az öregnek is lehetnek spontán, érzelemvezérelt pillanatai. A logika az diktálná, hogy az ilyen félprotokoláris, félbaráti miniszterelnöki köszöntések elsősorban idősebb embereknek járnak. Orbán Viktor elődjét, Medgyesi Pétert vagy Mészöly Kálmánt ünnepelte így a 80. születésnapjuk alkalmából, vagy ott van Csongrádi Kata, aki szintén május 18-án töltötte be a 70-et, mint ahogy Kis Grófo a 30-at, és nem hogy millió, de egy árva rózsaszálat se küldtek neki a várból. Grófó meg most lett 30. És poptörténeti szempontból bármilyen jelentős is az arszpoetikája, miszerint én a bulibáró, sálom-álom-áló, én a bulibáró, legyen buli bárhol, sálom-dilom-dálom, zsámó. És bármilyen kivételes hatást is gyakorol Grófó a közérzületre, egy életműve elején járó alkotó esetében, hát azért mégiscsak furcsa, hogy személyesen a miniszterelnök öleli a keblére, nem? Vegyük például a Kovbojok zenekart. Kaksi atomerőmű című albumuk szintén mély nyomot hagyott a magyar partikultúrán, különösen a Kakadal című szám, ami több milliószor töltötte már fel friss energiával az éjjel 2-kor YouTube diszkózó kollégistákat, az olyan halhatatlan szakaszokkal, mint a mikor vendég érkezik, már kész a svéd asztal, 3 fazék kakapüré, meg egy adag szar, sült humusz és rántott kula, párolt ürülék, bizony, kedves barátom, ma ez lesz az ebéd. Hát azért ez van olyan szellemes, mint a bulibáró. Gabinak és Pistának mégsem ért születésnapjuk alkalmából a kormányfő, és én tudom az okát. A nem biológiai ikreddel muszáj jó kapcsolatot ápolni, ugyanis doppelganger jelenségből 2 féle van. Az egyikre rossz szómenként tekintenek. Megjelenésükkel balszerencsét vagy halált hoznak. De olyan is van, hogy a doppelganger összedolgozik a másik személlyel és segíti őt a mindennapokban. Na hát, Viktornak ez utóbbi jutott. Nekem fogalmam sincs, hogy mikor találtak először egymásra, de az életük számos ponton összefonódott. És nem csak a szigorú apára vagy az 1982-es foci VB kabala figurájára emlékeztető testalkatukra gondolok. Kis Grófo 1993-ban jött a világra, a Fidesz székházügye 1993-ban látott napvilágot. Kis Grófo 2006-ban jelentette meg első albumát, Gyurcsány Ferenc 2006-ban lett lejárt lemez. Kis Grófo 2009-ben a Gigoló című albumán arról énekelt, hogy forró tested átölelem, neked adom a szívemet és veled élem le az életem. Ugyanebben az évben Orbán Viktor először találkozott Putyinnal Szentpéterváron. Kis Grófo 2012-ben megjelent legnépszerűbb számáról, a No Roxaájról kiderült, hogy szimpla lopás. Dierberger Tímea Kami írta, aki 2007-ben még le is védette. Az Orbán Viktor akaratából megválasztott köztársasági elnökről 2012-ben kiderült, hogy doktori disszertációja szimpla lopás. Schmitt Pálnak távoznia kellett. Na és ezt figyeld! Kis Grófónak 2023-ban jelent meg az Euró című száma. Azt az egyet értsétek már meg, olyan, mint a grófó még nem született meg. Euróval tele a zsebe, nem bír vele senki sem, ő a király, ezt már mindenki tudja, csillog a Rolex és a pezsgőt kibontja. Kell mondanom bármit? Na, ez a sok egyezés véletlen lenne? Hát aligha, és a NER környékén nem csak az Orbán Grófó kettős az egyedüli doppelganger jelenség. Ez itt Trombitás Kristóf keresztély, a Megafon univerzum gigerli hipster viking homeless karaktere, tudjátok, ő a haverja a kopasznak, aki oszt. És a címbie Fülöpnek, a patriótának, aki annyira szereti a hazáját, hogy lopni is hajlandó belőle. Ilyen figurákból állna a Super Mario, hogyha nem a japánok, hanem a magyarok fejlesztették volna. Egyedül Donkey Kong lenne a közös. A két testvérnép rémálmaiban ugyanis Németh Szilárd egyaránt megtalálható. Szóval szegény Trombitás Kristóffal szemben súlyos méltánytalanság történt. Előkerült ez a fénykép, amin ez a karlengető kis náci fasz megdöbbentően hasonlít rá. CIA készítette Photoshop? Vagy egy megaforrajongó fasiszta, aki Trombitás Kristóffá műtette magát? Ezt még nem tudjuk. De az biztos, hogy Kristóf ilyet nem csinált. Ássák el Bayer Zsoltot az orgoványi erdőben. Kereszteljék meg Köves Lomót, hogyha igen. Mi a bajod? Bla, 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 bla. Dollárbaloldalista. Soros ügynök. Háborús úszító. Ezek vagytok. Tényleg azt meritek állítani, hogy az a politikai közösség, ami pár hete még azon háborgott, hogy mit keres a 10 éve zsidólistázó jobbikos az amerikai nagykövetség szédervacsoráján, majd pont ők megtörnék maguk között ezt a rühes nácit. Bárki is legyen. Emlékszem, hogy még Bayer Zsolt is majdnem beleőrült a felháborodásba. Elküldte az anyjába a nagykövetet. Kiátkozta a világból az USA-t. Holokauszt stigmák jelentek meg a testén, pajessza nőtt és nagy csöpögő zsidó orra. Örjöngve követelte a többi antifasisztával, hogy az ellenzék ne kokettáljon nácikkal. Szóval, ha ez a karlengető kis kretén tényleg Trombitás Kristóf lenne, akkor vagy nem engedték volna Orbán Viktor közelébe, vagy már egymás szavába vágva követelnék az eltávolítását a közéletből. Egy dologban biztosak lehetünk. Nem kussolnának, amíg a botrány elül. Nem olyanok. Ha zsidókat bántanak, akkor ezek az emberek nem ismernek kegyelmet. A nagy keresztény szívükben nincs megbocsátás. Tehát ezt itt és most zárjuk le. Ja? Trombitás Kristóf keresztély, nem náci. A Soros, azaz. Ami viszont tényleg problémás Kristóffal, az ez a trombitás kép, amin egy 5 millió forintos Rolexet visel, ez leleplező. Mert tényleg van egy nagy hibájuk. A zsidóknál is jobban. Sokkal jobban szeretik. A pénzt. Ha valaki egyszer megírja a NER történetét, a könyv címe lehetne az, hogy a rolexes plebejus szabadságharcosok. Vagy rongyosgárda, történet a srácokról, akik imádták a Balenciágát. Esetleg utcai harcosok, az Armani generáció. Persze nem ők kezdték. Nem ők az elsők, ezért ne legyünk túl szigorúak. Ezt a képet a pesti srácok paparazzi készítette Petőfi Sándorról, amint Talpi Gucciban a Nemzeti Múzeum lépcsőjén folytat háborús propagandát. Abraham Lincolnról Marsi Anikó, a Tények oknyomozó riportere kiderítette, hogy rabszolgakereskedő volt, Botka László pedig a csuklójára Rolexet, a plakátokra fizessenek a gazdagok szlogent választotta. Én azért hajlok arra, hogy ő is egy hasonmás. Hát el tudod képzelni, hogy a hanyatló nyugattal az egészséges keletet szembeállító propagandamédia legkeményebb harcosa úgy köpné szembe az övét, hogy egy pobedakaróra helyett egy svájci Rolexet vesz. Pff, hát na ugye. Egyébként ennek a gyökérembernek a piperkötsége, a luxusimádata önmagában is jellemző, másodgenerációs fideszes. Szitja első generáció, Ricskida második, hogyha 10 évvel fiatalabb lenne, akkor ő lehetne a PSG ogli. Apu és anyu a mozgalomban találtak egymásra, meg volt írva a sorsa, ez a gyerek előbb fasiszta, majd közpénzinfluencer lesz. Tadám! Simán lehet, hogy már a bölcsibe is állami pénzekből vett aranybabakocsiban járt, az biztos, hogy Kövér Lacimmal és Bayer Zsolttal vakációzott Tusványoson, és bőven előfordulhat, hogy már az óvodában is kis fasiszta szardarab volt a jele. Na de vissza Viktorhoz és Grófóhoz, a fanyalgóknak üzenem, hogy ez itt Kis Grófó országa, ez a 30 éves cigányzenész a társadalom önképe, bizony. Ő az a bizonyos nemzeti minimum, akit az ellenzék már 2 évtizede keres, de nem talál. Kedves, vidám, tehetséges, és soha egy pillanatig nem kételkedik abban, hogy a politika jó kezekben van-e, sőt, rábízza arra, aki ért hozzá. A NER első számú vezetőjére, hát Orbán se kezd énekelni Vasvári Vivien esküvőjén, nem igaz? Grófó pedig így köszönte meg a gratulációt. Tisztelt miniszterelnök úr, engedje meg nekem, hogy megköszönjem azt a gesztust, amivel megkoronázta a születésnapom hangulatát. Nagyon szépen köszönöm, hogy gondolt rám. Bízom benne, hogy hamarosan megnézhetem a nézését, meg a járását. Hát tessék, grófókám, mutatom.